5 éve indult az üdülést és kikapcsolódást segítő Erzsébet program Magyarországon, amelynek kedvezményeit összesen 600 ezer ember használta az elmúlt években. Csak a múlt héten közel 50 ezer pályázatot nyújtottak be az érdeklődők. Az idei évben az Erzsébet program üdülési pályázatait hirdette meg a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány első ütemben, tehát ez azt jelenti, hogy 2016. február 4-től nyugdíjasok, nagycsaládosok és fogyatékossággal élők pályázhatnak egészen február 29-ig üdülési pályázatokra. A nyugdíjasok tekintetében kettő lehetőség is van az idejében is. Üdülési pályázatra, illetve kedvezményes fürdőbelépő pályázatra nyújthatják be a jelentkezésüket. Jelentkezés előtt mindenkinek érdemes a feltételeket átnézni. A nyugdíjas pályázók feltételei között szerepel a legalább 60 éves életkor, valamint a legfeljebb 147 ezer forint havi nyugdíj. Nagycsaládos kedvezményt érvényesíthet az, akinek legalább 3 gyermeke van, és az egy főre jutó átlagjövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét, vagyis a 111 ezer forintot a családban. A fogyatékkal élők számára pedig a havi ellátás és jövedelem teljes összege nem lépheti túl a 150 ezer forintot. Ettől az évtől egy előzetes regisztráció is szükséges a kedvezményekhez. Ami az idei évben változott, hogy a www.erzsébetprogram.hu oldalon a pályázat benyújtását megelőzően regisztrálni szükséges. Egy pályázat benyújtása egy e-mail címmel történhet. Tehát egy adott e-mail címmel több pályázat benyújtására nincs lehetőség. Könnyebbséget jelent az is, hogy a pályázatok benyújtása során mindösszesen egy hozzájáruló nyilatkozatot szükséges elküldeni az alapítvány által megadott e-mail címre. Amennyiben ennek a hozzájáruló nyilatkozatnak az elküldése nem történik meg, úgy a pályázat automatikusan elutasításra kerül. A benyújtási határidő után számított 30 napban értesítik majd a pályázókat. Ők az 5000 forint önrész teljesítésére ettől az évtől már a csekkes befizetést is választhatják. Idén összesen 6 milliárd forintot biztosít a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet programra. Ennek felét az üdülési pályázatokra fordítja, a másik 3 milliárd forintot pedig Erzsébet tábor pályázatokra. Ezeket márciusban írják majd ki.